Nagyon boldog új évet kívánok nektek 2022-ben! Egy szerencsehozó maci origamival készültem, ami valójában persze nem szerencsét, hanem akár csokit, kedves üzenetet, vagy valamilyen kis mini ajándékot hozhat, illetve akinek adjátok, annak tudjátok varázslatosabbá tenni az évkezdést. Nagyon egyszerű lesz meghajtogatni, viszont rengeteg variációs lehetőség van, úgyhogy akár egy komplett maci családot is elkészíthettek. Először a szokásos módon az A4-es papírból készíts egy négyzetes papírt, ezt úgy érheted föl, hogy az egyik sarkát keresztbe fölhajtod, és szépen a felesleget levágod. Nagyon fontos, hogy pontosan a széléhez és pontosan a csücskéhez igazítsd a papírt, így lesz ugyanis majd jó a végeredmény. Ez, ahogy egyre csökken az origami, vagy egyre hajtogatunk kisebb alakokat, egyre fontosabb szerepet kap. Az éleket jól húzd le. Akár használsz vonalzót is hozzá. Mielőtt levágom a fölösleget, ezt is fölhajtom. Ha elkészültél a négyzetes papírral, ne fordítsd meg, tehát ugyanúgy legyen a hajtás, és a másik átlóját is hajtsd meg a négyzetnek. Amelyik élt utoljára hajtottad, az legyen neked vízszintesen, a másik csúcsát hajtsd ide le, és szépen a két oldalsó csúcsát, először a balt, majd a jobbat hajtsd be középre. Ezeknek az éleit is húzd meg. Most ugyanezt fogjuk csinálni a felső csúccsal is, behajtjuk a közepére. Annyi lesz a különbség, hogy itt csak jelölnünk kell a közepénél egy picit, hogy hova esik ez a vonal, mert valójában az alsó csúcsot fogjuk pont addig hajtani. Ezt a hajtást is élesre hajtsd meg. Elkészítettem az alsó élt is, és most ezt vissza is hajtom, és átfordítom a papírt a túloldalára. A korábban behajtott két szélső élt szépen a közepére behajtom, egy kicsit harmonikaszerűen. Így, tehát így harmonikaszerűen tud majd kinyílni, és ugyanezt teszem a másik oldallal is. Éppen úgy néz ki, mint egy rakéta, de majd nem sokára már kialakul belőle a maci. A felső csúcsot szépen ebbe a kis háromszögbe be is hajtom, mintha befejeznék egy borítékot. A következő lépés, hogy ezt a felső részt, ameddig most behajtottam ezt a háromszöget is, ugyanaddig lehajtom. Most fogom kialakítani a maci fülét. Figyeljetek, itt apró hajtogatások lesznek. A közepétől elindulva, eddig az átlóig, eddig a csúcsig fölhajtom ennek a kis téglalapnak az átlója mentén. Ugyanezt elkészítem a másik oldalra is. Ahhoz, hogy a maci ne ilyen kis szögletes legyen majd, az oldalából egy picit behajtok, méghozzá egészen ide a lenti csücskéig, ahol találkozik ezzel a ferde vonallal, tehát itt egy picit, szépen egy ferde vonalat behajtok. Gicipici hajtásra van szükség, nem baj, hogyha nem tökéletesen sikerül mind a két oldalon. Az a lényeg, hogy ne egy kocka alakú maci legyen majd a végén. Ezzel kicsit szabálytalanítom a formát. Tehát fönt egy picit hajtok be, és csökkenő háromszöget hajtok lefelé. Ugyanezt a másik oldalra is elvégzem. A macinak nem cica füle van, ezért a
háromszögből szintén egy picit lehajtom a csücskét. Most jön egy trükkös rész ahhoz, hogy a macinak keze legyen majd, amivel fogja elő az ajándékot. Jól figyeljetek, mindkét oldalra az alábbi hajtást kell megcsinálni. Benyújtok ebbe a kis zsebbe alul, és óvatosan, úgyhogy eszközben itt a leszorítjátok az asztalra, fölhajtjátok ezt a részt, így ezzel párhuzamos legyen a maci szélével párhuzamos, ami fölhajlik, ez pedig így viszintes. Mutatom még egyszer, szorítsátok le az asztalra a csücskét, itt nyílik meg a hajtási vonalnál, és így szépen kialakul ez az érdekes forma. Most már közeledünk a végéhez, megfordítjuk a formát, és már nagyon jól látszik a maci. Ahhoz, hogy zsebet kapjon, ezt a kis csücsköt hajtsátok le, húzzátok meg az élét, és szépen forgassátok befelé a zsebbe. Kialakult a maci zsebe, ide lehet rejteni az apró ajándékokat. Mielőtt ráhagyjátok a kezét, most jöhet a kis ajándékforma kiszínezése, a maci arcának elkészítése. Ehhez én filcet használok, de akár zsírkétával, színeszterúzával nyugodtan rajzoljátok meg, ahogy nektek tetszik, rengeteg variáció lehetséges. Ha elkészültél a mintával, akkor pedig óvatosan, egy kicsit így lefelé a csücskét lefelé tartva, hajtsd be a kezét, mintha fognál az ajándékot. Végül, ha szeretnél valami kis apróságot beletenni, akkor tedd meg, de akár egy üzenetet is beletehetsz, vagy egy kis csoki. Remélem, hogy tetszett ez az origami ötlet, dobjatok egy lájkot erre a videóra, ha így volt, és készítsetek minél több macit ajándékba, csak úgy, vagy akár szülinapra, névnapra, remek kis ajándékkísérő lehet, egy kis csokival, vagy egy kis kedves üzenettel. Készítsetek minél többet, és mutassátok meg nekem, merre alkotni hashtaggel, vagy kukacoljatok be rajta a felhasználó nevem Csorbanita. Iratkozzatok fel a csatornámra, hogy legközelebb is találkozhassunk, és bujék 2022 mindenkinek, sziasztok, szép kreatív napot! Thank you.